Választás, helyhatósági választások eredménye, eredményváró. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 14-én 18 óra 5 perckor. A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. A voksolás rendben lezajlott városunkban. F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője feleségével érkezett reggel a kisföldeki városrészen található szavazókörhöz. Az egyik legfontosabb választás, ami előttünk áll, hiszen településünkről, arról a helyről döntünk, ahol mindennapjaikat éljük, ahol gyerekeink tanulnak, ahol töltjük az életünk nagy részét. Ez a város az, ahol nem mindegy, hogy kivezeti a települést, hiszen egy rossz döntés alapján egy rossz városvezetés ki tudja siklatni a település jövőjét. De egy stabil, jó kezekben lévő, olyan, mint Dobos László polgármester úr, vagy azok a polgármesterek, akiket támogatunk, azoknak jó kézben van a település irányítása, és jó kézben lévő település fejlődik, és ez a lakosok igényeinek megfelelően a lakosok örömére tud szolgálni. Igazából a tét az, amit érez a lakosság jó része, hiszen kipróbált, bizonyított polgármestereink vannak, olyanok, akik az elmúlt 5 évben, vagy akár sokkal régebben bizonyították már munkájukkal, rátermettségüket, és azt gondolom, hogy ezt érzik a lakosok is, és nem akarnak hazárdírozni, nem az ígéretek, hanem a teljesítmény, a tettek számítanak. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a református istentisztelet után adta le szavazatát. Karcagon ma eldől az, hogy az elkövetkező években folytatódik a város fejlődése, hiszen most polgármester és önkormányzati képviselő választás van. Egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen irányba fognak haladni a dolgok, hiszen egy olyan kipróbált városvezetés van, Dobos László polgármester úrral az élen, amely már bizonyította azt, hogy miképpen kell a projekteket végvinni, miképpen kell irányítani a városfejlesztést, miképpen kell üzemeltetni a városi létformához elengedhetetlen rendszereket, közműveket, köztelt fenntartást, intézményrendszert, ezért is fontos a mai választás. Én úgy látom, hogy a részvétel hasonló lesz a múltkorihoz, tehát az 5 évvel ezelőttihez, folyamatosan jönnek a szavazók, a választók a szavazóhelyiségbe. A következő híradásunkban beszámolunk az elsődleges, nem hivatalos választási eredményekről. Karcag települési választási eredményei. Polgármester választás. Dobos László győztes 67,23%-kal. Fidesz-KDNP. Dr. Lukács László György 32,77% Jobbik. Első számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Molnár Pál képviselő, jelölő szervezet Fidesz-KDNP. Kapott szavazatok 493, 66,9%. Sebők József, Jobbik, 175, 23,46%. Kincel László Richard, Momentum, 78, 10,46%. Második számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve dr. Kanász Nagy László, jelölő szervezet Fidesz-KDNP, kapott szavazatok 462, 59,77%. Lengyel János Jobbik 230, 29,75%. Tokai Sándor Ákos Momentum 81, 10,48%. Hármas számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Nagyné László Erzsébet. Jelölő szervezet Fidesz-KDNP. Kapott szavazatok 499, 69,21%. Kisadi Sándor Jobbik 177, 24,55%. Tasi Dávid Momentum 45, 6,24%. Négyes számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Gyurcsak János, jelölő szervezet Fidesz-KDNP. Kapott szavazatok 487, 62,44%. Dr. Sélei Ilona Jobbik 196,
25,13%. Lovas Kristóf Máté, Momentum, 84,10,77%. Földvári Imre Ferenc, Munkáspárt, 13,1,67%. Ötös számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Dobos László, jelölőszervezet Fidesz-KDNP. Kapott szavazatok 570, 65,29%. Bodnár Csaba Jobbik 202, 23,14%. Kozma Dániel Momentum 81, 9,28%. Horváth Sándor Munkáspárt 20, 2,29%. Hatos számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Karcagi Nagy Zoltán, jelölőszervezet Fidesz-KDNP. Kapott szavazatok 420, 57,38%. Andrássy András, Jobbik 205, 28,1%. Szél Patrik, Momentum 92, 12,57%. Horváth Sándorné, Munkáspárt 15, 2,5%. Hetes számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye, a jelölt neve Szepesi Tibor, jelölőszervezet Fidesz-KDNP, kapott szavazatok 446, 67,37%. Kerekes Imre, Jobbik 139, 21%. Magyar Gábor, Momentum 64, 9,67%. Cinege Piroska, Munkáspárt 13, 1,96%. Nyolcas számú egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye. A jelölt neve Pánti Ildikó, jelölőszervezet Fidesz-KDNP, kapott szavazatok 608, 78,5%. Tóth Istvánné, Jobbik 91, 11,68%. Magyar Attila, Momentum 65, 8,34%. Nagy József, Munkáspárt 15, 1,93%. Televíziónk információja szerint a városunkban egy eredményváró volt az Euró étteremben. Stábunk is itt várta az eredményeket, elemzéseket. A következő percekben a megválasztott képviselőkkel látnak rövid interjút az eredmények után pár perccel. Megvannak az elsődleges eredmények, gratulálunk hozzá, hogyan értékeli az eredményt és azt, hogy mennyire vettek részt a szavazáson. Köszönöm szépen, nagyon örülök az eredménynek. Úgy érzem, hogy az elmúlt 5 évnek a munkáját értékelték a választók, egyrészt a részvételi arányjal, másrészt meg az, hogy engem választottak meg. Mit üzen a választópolgároknak? Azt üzen a választópolgároknak, hogy a következő 5 évben mindent meg fogok azért tenni, hogy a programommal megígért dolgokat tudjuk teljesíteni. Közös erővel szerintem sikerülni fog, hiszen együtt Karcagért akarunk mindent tenni. Dr. Kanász Nagy László a beszélgető partnerem, itt vagyunk az eredményváróban, megvannak az elsőleges eredmények, hogyan értékeli a részvételi arányt és magát az eredmény. Hát először is nagyon köszönöm a karcagiaknak és a választókörzetem szavazóinak, akik eljöttek és véleményt nyilvánítottak, és hát szavazataikkal főleg engem támogattak. Most már úgy tűnik az eredmények alapján, hogy mind a két választókörzetben a szavazatok többségét én kaptam meg, és hát a Jobbikos és Momentumos jelöltársaimat nagyon tisztelve és természetesen az ő munkájukat is nagyra értékelve, de úgy látom, hogy én vagyok a továbbra is ennek a választókerületnek a képviselője. Nagyon köszönöm a részvételt, nagyon köszönöm a segítőimnek a munkájukat. Nagyon hosszú, fáradtságos kampányon vagyunk túl. Szerencsére a közvetlen a mi körzetünkben nem volt semmi extremitás, nem volt semmi kihágás. Azt mondhatom, hogy nagyon simán, és a többi jelölttel együtt nagyon kollegiális viszonyban zajlott le ez a kampány.
mindenkinek gratulálok a részvételért, és köszönöm még egyszer a szavazók bizalmát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon-nagyon szépen köszönöm a tapsot. Bevallom őszintén, arra vagyok a legbüszkébb, hogy minden körzetben nyertek képviselőtársai. És ez rettentően fontos, hiszen a polgármesteri cím az csak egy dolog. Én úgy gondolom, hogy így vagyunk egy csapat, és így tudunk együtt dolgozni, mint ahogy eddig is tettük ezt. Úgyhogy én elsősorban nekik gratulálok, mert hogy tudomásom szerint minden körzetet hoztunk, és ez egy óriási teljesítmény, ismerve a országban zajló nagy csatározást. És egy ilyen csapattal azt kell mondjam, hogy nem könnyű együtt dolgozni, mert annyit követelnek a polgármestertől, hogy az elképesztő, de ez a dolguk. Ezt Farkas Sándor képviselő tudná megerősíteni, de ezt jól teszik, hogyha így csinálják, mert így tudunk mindig előrébb rendülni, ez természetes dolog, úgyhogy ez egy óriási nagy csapat, és egy még nagyobb csapat áll mögöttünk, akiknek a munkája nélkül természetesen nem tudtunk volna erre a szintre jutni, úgyhogy minden képviselőtársam nevében szívből köszönöm mindenkinek a munkáját, aki parányit is hozzátett, de nagyon-nagyon sokat tetszettek hozzátenni. Ez egy valóban egy kemény, közös összefogásnak az eredménye, hogy itt vagyunk, és ez fel is adja, mint ahogy fel is adta korábban is a leckét, hiszen akik itt dolgoznak és belefekszedik a munkájukat, gyakorlatilag választásról választásra, ahhoz, hogy az eredmény megszülessen, azok követelhetnek is tőlünk, és joggal teszik, és nekünk pedig kutya kötelességünk ennek megfelelni, hogy az itt lévő csapat minden tagjának azt nyújtsuk, amit egyébként nyújtunk a város minden polgárának, hiszen itt nem nagyon lehet különbséget tenni a fejlesztésekben, de egy biztos, hogy óriási erőt ad nekünk az a háttértámogatás, ami mögöttünk van, és hálás szívvel köszönöm ezt meg mindannyiunknak és mindannyiójuknak. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer gratulálok a képviselőtársaidnak, jó munkát kívánok, gyakorlatilag holnap kezdjük. Ahogy szokott lenni, még Zolit nem látjuk, szerintem ő még számolja a szavazatokat, vagy újra számolja, vagy szerintem dalba fogja foglalni. Úgyhogy rendben vagyunk. Tiszafüred is megvan, Tiszafüreden is nyertünk, Kisújszálláson is nyertünk, Fegyverneken is nyertünk, úgyhogy rendben vagyunk. Szívből gratulálok én is, és gratulálok a csapatnak is, mert a karcagi csapat most is bebizonyította, hogy az egész országban Karcagon van a legerősebb Fidesz. Ez látszik a számokból és az eredményből is, a kétharmad, egyharmad arány, azt most is sikerült hozni, és jó néhány olyan feladatért, amit esetleg már nagyon nem szeretünk, és mégis meg kellett csinálni, azért pedig én vagyok a hibás, mert én mindig azt mondom, hogy minden feladatot, és Kovácsony is azt mondta, Dobos Laci is, hogy minden feladatot el kell végezni, mert máshogy nem tudunk győzni. Szívből gratulálok a csapatban, hajrá a Karcag, és akkor hajrá a következő 5 évre. Gratulálok! Üdvözlöm Szepesi Tibort, itt vagyunk az eredményváróban, és megvannak az eredmények. Hogyan értékeli mindezeket? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 5 évben, nem azért, hogy választást nyerjünk, hanem azért, hogy fejlődjön a körzet. És úgy látom, úgy értékelem, hogy ez az eredményekben megmutatkozott, hiszen a választók is úgy gondolták, látva a nagy arányú különbséget, hogy értékelték a munkánkat, elismerték azt, amit a körzetben végeztünk. Én nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelt azzal, hogy rám szavazott, elismerte ezzel a munkánkat. Én úgy szeretném, hogyha közösen tudnánk tovább folytatni azt a munkát, amelyet együtt kezdtünk, és hasonló ütemben fejleszteni a körzetet. Gratulálunk Pánti Ildikó néninek. Megvannak az eredmények, hogyan értékeli, és mit üzen a választóknak? Én nagyon szépen köszönöm, ismételten azt mondom, a körzetem kedves választóinak, hogy újra megválasztottak, és
bíznak abban, hogy a további években is tudom azt a munkát folytatni a körzetben, amit elkezdtem az előző években, és még egyszer köszönöm. Gratulálok Mani László Erzsébettel a beszélgetőpartnerem, mit szól az eredményhez, és mit üzen a választópolgároknak? Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és köszönöm a választópolgároknak, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaztak nekem, és köszönöm a segítőimnek, hogy segítették ezt a választást, és az elmúlt 5 évben segítették a munkámat, hogy közvetlenül vagy közvetve tudtam a választóimmal találkozni, és remélem, hogy a jövőben többen igénybe veszik a havonta a fogadóórát, és eljönnek és elmondják, hogy mi a problémáik, és mint tudok segíteni. Köszönöm szépen! Molnár Pál a beszélgetőpartnerem. Gratulálunk az eredményekhez. Mit szól hozzá, és mit üzen a választópolgároknak? Köszönöm szépen, most értek meg az eredmények. Bevallom őszintén, nagyon sok bizonytalanság volt bennem, hogy mennyien mennek el, milyen lesz a részvétel, de úgy érzem, hogy az az 5 éves munka, amit megkezdtünk, az elmúlt 5 évben bizonyította az, hogy érdemes ezt a programot támogatni, érdemes a Fidesz-KDNP-nek a jelöltjeit támogatni, így jó magamat is, és ezúttal is szeretném megragadni az alkalmat, megköszönni mindazon szavazópolgároknak a támogatását, akik lehetővé tették azt, hogy az elkövetkezendő 5 évben újra tudjam önöket képviselni. Üdvözlöm Hubai Imrét, megvannak az eredmények, mit szól hozzá és mit üzen a választóknak? Én azt gondolom, hogy Karcag ismét bebizonyította, hogy egységben van az erő. Olyan polgári összefogás vezeti a várost, amelyik méltó az emberek bizalmára. Szívből gratulálok polgármester úrnak és minden képviselőtársának, akiket most a mai napon újra választotta a karcagi választóközösség. És én magam is gazdálkodóként és a város polgáraként igyekezni fogok abban, hogy segítsen a munkájukat, és segítsük egész Jászlóskun-Szolnok megye és ezen belül a választókerületnek a munkáját. Üdvözlöm Karcagi Nagy Zoltán, gratulálunk, megvannak az eredmények. Mit szól hozzá, mit üzen a választópolgároknak? Nagyon szépen köszönöm a segítőknek a munkáját, és az, hogy a választópolgárok bölcsen döntöttek ezügyben. Én úgy gondolom, hogy egy városvezetés, aki már bizonyított, aki évek óta, évtizedek óta bizonyított a városban, és jól végzi a dolgát, nagyon kockázatos lett volna lecserélni egy olyan városvezetéssel, akiben még nem tudunk bízni, nem tudjuk, hogy mit terveznek, milyen eredményeket tűznek ki, célokat tűznek ki maguk elé, úgyhogy én úgy gondolom, hogy így a leghelyesebb, ahogy most történt. Azt hiszem, hogy valamennyi képviselőtársamnak nagyon szépen sikerült a választás. Jó eredményeket értünk el, úgyhogy ennek szellemében kívánjuk folytatni a munkánkat a következő 5 évben. Gratulálunk Varga István Micinek, megvannak az eredmények, mit szól hozzá, hogyan értékeli és mit üzen a választóknak? Nagyon szépen köszönöm. Megköszönöm a városnak, a lakójának ezt a gyönyörű szavazatot, hiszen a Lungodromba indultam, és mind az 5 képviselőnk a Lungodromos által megnyertük, és kívánok a bejutó képviselőknek a következő munkálatokra sok sikert, és próbáljuk folytatni a munkánkat, ahol abba hagytuk, hiszen holnap már hétfő munkanap. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!